Hello, hello, megmutatom, hogyan lehet itt elesni. Arra rájöttem egyébként közben, hogy azért ilyen a monti külése, mert így ilyen meredek lejtőn így vissza tudott támaszni. Szóval, így ez nem látszik meredeknek. Azért mondtam, hogy megmutatom inkább itt a jó dolgokat. Ráérünk. Ugye ilyen single track-es. Ezekről beszélek, hogy így, így talán így nem is olyan látod. Ott a lent az a desen. És így látod, hogy a meredeksége milyen? Így lehet? Sem. Bedobjuk a komatának, körülni fogok. Szóval ezen kell elcsapatni. Ott szükebb helyen, és ugyan ennél még ferdébb részeken, szóval ott a szélről néz. Na. Ha itt meg, elmegyünk megnézzük azt is. És olyan, mint egy bepárásodott a szemüvegem, azt is meg kell venni. Ezek ilyen bökős szarok, ez nagy élmény. Csak nem lopjál a rumcász addig a bringát. Ugye az erdő ura vagy, mi a rumcász, mindegy is. Lehet, hogy itt az az egy ferde rész van, szóval így jössz, ott a széle. Nem, az arrébb van akkor a ferde rész. És így jössz. Itt ugye el kell férned, itt van ez a ferde rész, amit mutattam. Nem tudom, arrébb van akkor még a sokkal ferdébb. Ugye jössz, és talán így értékelhető lesz a videó, hogy így jössz. Itt ugye megint csak ezen a helyen mehetsz, és akkor itt, ha itt jössz, arra felé, ha mennél tovább, akkor bezzeg berepülnél oda, mert ugye itt bedőlt egy fa, régen itt ment el az út, ezen már nem mész el. Hanem ez helyett, hogy oda berepülnél, fel kell menned azon. Na így, talán látszik. És jobbra kell fordulni, és oda kell felmenni. Egy tök egyszerű kis rész, de nekem valahogy, hát itt sikerülne, ha itt kapnám el, csak akkor ebben a nagyon bökös szarva nagyon bele kéne menni. Ha itt mész, akkor azért fordul le. Itt nekem mindig megpörög ez a gumi, ugye ez az én nyomom a tegnap, a mai, és akkor ez itt visszacsúszik, ugyan, ha a kötésben, ugye benne maradsz, mert az a szép, hogy kötésben vagy. Na, hát akkor rányira föl, és csapodik tovább, de az egy jó lesz, vagy ne, hát tök mindegy, nem. Nyugodt, meg minden. Nem sokan járnak erre. Szóval nem tűnik ez nehéznek, és ez a könnyebb, itt ezen rendszerim. Itt nekem valahogy nem jön föl. Nem tudom. Hogyha itt középen jönnék, akkor itt meg van egy... Itt. Egy fa, ami arrébb dob. Nem tudom kiszedni. Na, kijött! Akkor ezentúl itt középen el tudok jönni. Nagyszerű. Csinálok magamnak helyet, hogy ha holnap jövök, elférjek. Ez nem tudom, fölkapaszkodik-e, szóval. Ha nagy lendülettel rájövök, akkor szerintem itt föl kéne, hogy jöjjön, csak akkor lehet, hogy ez így elcsúszik vele, ha lesz egy kis víz. Na mindegy, menjünk tovább. Ebben az irányba azt hiszem menni szokott a többi. Visszafelé irányba van egy kis meglepi még. Nem ez szerintem, hanem a nagy beszakadás. Itt is egy ferde rész. Itt rég ilyen beszakadt rész van. Itt van egy hasonló. De ezzel valahogy mindig föl tudok jönni, pedig most a pedál is leért, mert úgy jött ki. Erről csúsztam vissza múltkor, igen, itt. Azt hiszem. Igen. A leglátványosabban sikerülni szokott. Ez oda-vissza az, mert ott konkrétan a beszakadt részt kell kikerülni. Na itt egy nagyon lejtős, becsúszós rész. Á, ide jó megtépett a bokor. Ez a tüskés szar.
már milyen állat volt. Jeges medve. Ha már lehet, de nagyon hideg van. Mennyivel fut a jeges medve? Single track-be meg. Na itt a jó rész. Ez. Fékbetét szarszag van. Kukuruszag. Ezt is mondhatnám. Organikus. Itt ez a fa, ez veszélyes. Miről jegyzem meg semmire, jó van. Alul, de itt lehet menni fölül is. Lenti az nem annyira kullancsos talán. De mégis mindegy. Megint egy fa. Szában. Rohadós, nedves, golyós vagy óriás, diós, csúszós kanyar. Minden nap esik le ilyenkor, összel új golyó, amit győző kikerülni, vagy eltalálod, akkor eldobtad. Hogy ez alma? Szerintem óriás dió, vagy nem tudom milyen. Vicces horgászok, ide tettek egy betontömböt. Kerül ki, ha teheted. Jaj, valamit fölkapott a váltó.